az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak Lang Györgyi és Falusi Marian. Hello. Good morning. Sziasztok, itt én már nem beszélni magyar. Nem beszélj magyar. Mi, te már távoztál? Én már távoztam. Nem, Györgyike, mert szabadságon voltunk, csak igen, nem voltunk élőben. Azt nem esélte az Attila, igen, hogy amikor ez a vasárnapi dolog megtörtént hétfőn, vannak ilyen közvetítő cégek, akik embereket közvetítenek munkára. Igen. És ugye az eddigi átlag mondjuk volt 600, és ez 3900-ra ugrott. Na hát úgy gondolta, ugye, mindenki, hogy neki áll munkát keresni. Hány évig érdemes szerinted munkát keresni kint? Bárhányig. Hogy vagy egyébként? Neked ilyen történt valami érdekes dolog? Nem, csak azért, mert el akarom mesélni a tegnapi napot. Jaj, mert voltam a műcsarnokban, tárlatot vezettem, mert van a Szandó Millernek egy csodálatos kiállítás, egy fotókiállítás, ahol 63 képet lehet látni arról, hogy ő fotózta különböző régi képek parafrázisaként a John Malkovichot, és a Gyógyi már alszik, mert nem bírja ezeket a történeteket. Na mindegy, szóval egyszerűen eszméletlenül jó a kiállítás, mindenféleképpen nézze meg mindenki. Én 6-szor hallottam tőled. Mert mindig valaki másnak elmesélte. És én mindig ott voltam, de most a rádió hallgató soknak mesélem, hogy eszméletlenül jó, és tényleg érdemes megnézni, mert baromi érdekes volt. Hány forintot kapsz a reklámért? Nem, ez nem reklám, Györgyi. Ez egyszerűen csak öröm megosztása. És jó, öröm megosztása az is, hogy mindenféleképpen gyertek el szombaton a MÜPÁ-ba, mert a Budapest Klezmer játszik, és én is énekelek. Gyertek inkább Sopron, mert én is mondjam el a dolgot. Igen, nem igen, vagyok a paraszt, ne viccem. De ez már nem parasság, Györgyi. Ez az én gyerek, ne. Szerintem egyáltalán nem az. Nem, egyébként a Klezmer is jó, ott is jól lehet aludni. Na látod. Úgyhogy érdemes menni. Aki nem aludt régóta, az menjen el. Akkor gyere el, meg hát még egy csomó. Én nekem dolgom a Sopronban, a Húros Anna Mária-nak a kiállítás megnyitója, na? Így, az nem, az tök jó, de mi a Húrosnak a régi jelmezei? Nem mondom meg, hát majd gyere el és nézd meg. Györgyi, a rádió az egy informatív hely. Nem baj, de ez nem erről szól. De, amihez hozzájutsz információt, azt meg kell osztani. Én szerintem hallottam rólad valami információt, megosszam? Melyiket? Nem ilyen személyeskedésről. Ja. Na jó. Na jó. Kedves hallgatói. Kedves hallgatói. Rádió kulturális ajánló műsorát hallottál. 10 óra múlt. Kérem, gondoljanak a szomszédokra, kapcsolják ki rádió készülékeiket. Köszön a szépen! Az a Hof is volt. Ugye? Na. Na, szóval vendégünk is van, Hán Endre. Nem Hán, Han. Han? Bocsánat. Én a Marit utánoztam. Annyira ki. De mi a különbség? Reménytel küzdök ezzel. Én is egyébként, Lang. Persze, ugyanaz, tudom. Ugyanaz, tudom. Bizonyos fokig ugyan. Jó lenne, itt lenne Kámál. Múlt héten hallottam, itt volt Kámál Laci, mert ők beszélgettek nem olyan régen erről, hogy bizonyos hangok nincsenek benne a magyar nyelvben. Ilyen a rövid A. Tehát ugye a németben van rövid A, Han, de hát én nem beszélhetek németül, az én nevem magyarul Han, de ez azért van, mert a két máshal hangzó előtt rövidül a magánhangzó. A kettő darab ennat ilyen? Igen. Akkor igen, van. Ezért. Akkor valóban. Na, köszönöm, meggyőztelek, milyen jó, könnyen megy. Mert egyébként meg azt mondja az ember, hogy azt képzeli bele, hogy H, és bocsánat, utána egy A és egy H. És sokszor rosszul is írják, aha, de hát nem akarok ebbe azért nagyon beleragadni. Egy kicsit fontos ilyen hiúsági kérdés, de a nyelv amúgy is nekem elég fontos. És úgy, a nyelven kívül is hiú vagy egyébként? Nem hiszem. Nem? Nem hiszem. Hát hinni kell, hát ezt tudni kell. Nem tudom, mit jelent a hiúság. Szóval hiú vagyok arra, hogy... Nem. A hiú nem jó szó erre. Kis büszkeség van bennem például most, hogy ez sikerült, ez a felmérés. Hiú vagyok arra, hogy szeretném, ha kisebb lenne a pocakom, de hát nem teszek érte eleget. Na csak azért kezdtem el a művészeti ajánlót egyébként, meg ezt az egész múzeumos dolgot, mert hogy te művészettörténetet hallgattál. Ne. Nem. Kösz, jól fölkészültél. Az a Hán. Nekem, az a Hán. Nekem átküldött a Gabi. Nem létezik. Erről is én el voltam ájulva, pontosan ettől, nem. Hogy ilyen sokrétű csávó vagy. Sokrétűnek sokrétű vagyok, ami a hiúságot illeti, de... A Wikipédia nem a Gabi, hanem a Wikipédia. Nem létezik. A Wikipédia nem létezik. Úgyhogy most olyat kaptál tőle, amire nem is gondoltál. Nem. Vicces, mert én eredetileg nagyon szerettem volna irodalommal foglalkozni, de különböző
okok miatt nem vettek föl engem oda az egyetemre, és aztán végül is a pszichológián kötöttem ki. Tehát én pszichológiát végeztem. És miért nem vettek fel az egyetemre? Na, tudtam, hogy nem hagyott ki. Engem vannak különböző okok érdekel. Nem fogom elmesélni, mert az nem fér bele a műsoridőbe, hogy milyen volt az én gimnáziumi 4 évem, mert azért belefért 4 évbe, de nem egy... Gimnázium? De, na hát ez az. Hány gimnázium, én úgy kérdezném. Ó, nekem csak 2 volt. Nekem 3. De kirúgtak, vagy? Igen, igen. Tényleg? De tényleg nem akarom. Nem, ez egy fontos nem, dolog. Egyébként egy rendkívül... Mi erre a jó szó? A vásott kölyök az egy kicsit szépíti, szerintem. Az olyan eufémizmus. De csak rossz voltál, vagy nagyszájú és megmondó? Nagyszájú megmondó is voltam. És az igazságérzeted volt nagy? Az is nagy volt, meg azért a határok átlépésében is jeleskedtem. Szuper. És... Szuper. Igen. És de anyukám egyébként? Azt mondta mindig, amikor a tíz éve fiatalabb öcsémről beszélt, hogy már az is mennyit számított, tehát az, hogy a rendszer, ugye tudjuk, hogy a Kádár rendszer az úgy lazult, az első néhány rettenetes év után lazult, és hogy, hát mondjuk én még a rettenetesen már én túl voltam, de még mindig érezhető volt az iskolai fegyelmezésben, és igen, az egész szellemben. Tovább viszik a rosszat, amikor már nem kéne. Persze. Tehát a 70-es években mondjuk már jobb volt állítólag. Mari. Hát csupa innen. Mert félek a rohadt Wikipédiától, az is benne van. Az is az, mert hát én mindjárt megnézem. Hogy ez mikor volt ez az egész sztori, ez a gimnázium, ez a 60-as évek. Mert mi már 70-es évek gimnázium voltunk, és ott már laza volt. Tehát az már jó, csak viccből rúgtak ki engem, majdnem. Igen. Szóval ez meghatározta az életemet egy bizonyos értelemben, de én abszolút úgy nézem, hogy tényleg... Mondjuk az egy hülye köszei, minden rosszban van valami jó, de inkább azt mondanám, hogy abszolút a szerencsében bíztam mindig, hogy jól fordul. Szóval így a véletlenek sorozata is, hogy én közvéleménykutató lettem mondjuk. Mert... De nem akartál így klinikai pszichológus, vagy valami ezzel? De azt végeztem, az akkor még nem volt ennyire szakosodás, de klinikai pszichológia szakot végeztem, és komolyan azt gondolom, hogy ha nem lett volna a rendszerváltás, akkor elhagytam volna ezt a szakmát, amiben már én ugyanis régebben közvéleménykutató voltam, mert addigra én ilyen pszichológiai, mondjuk csoportpszichológiai jellegű kiképzésekben részt vettem, ez a Rogers-i irányzat, a személyközpontú, meg ilyenek, és akkor beütött a rendszerváltás, és engem beszippantott a politika, meg a szervezkedés. De megtetszett? Nem, hát mindig is politizáltam, kisfiúkoromtól. Az jó, abban a súlyosabb Kádár rendszerben biztos. Még előbb, emlékszem. Még előtte? Gyakorlatilag az én politikai szocializációm akkor dőlt el, amikor kicsit pityeregbe bevittem az újságot a szüleimnek, akkor még föl is hozták a postások, vagy a lapkézbesítők, és nem kellett lemenni, csak bevinni. És bevittem pityeregve, hogy meghalt a Sztalin bácsi, és észrevett, nagyon érzékeny voltam ezekre a kis rejtett izékre, amikor a gyerek előtt németül beszélnek. Valahogy úgy néztek össze, hogy nekem föltűnt, hogy ezek nincsenek annyira elkeseredve. Aha. Szóval komolyan. És ez komoly véleményformáló volt a komolyan, igen. Meg hát 56 aztán az nagyon. Kisfiúként is. De azért még az kisfiúként ért téged. Igen. És mégis meghatározó volt? Elég nagyon. Tehát nagyon. Mit fogtál fel belőle? Mindent? Mindent. Szerintem mindent. És nagy újságolvasó voltam, és akkor jöttek ez a rengeteg sokféle újság, annyira izgalmas volt már maga az, hogy az 56-os forradalmi újsága. Na. De nehogy elkezdjünk itt ilyen doberdós izék. Fontos dolog. És ez az egész közvéleménykutatás, ez az emberekkel való kapcsolattartásban hogy nyilvánult meg még régen? Mert olyan furcsa nekem egy közvéleménykutatás. Kik azok, akiket megkérdeznek,
Meg hol? Milyen csoportok, hol, ki az, aki kérdez, konkrétan mit kérdez? Ez kérdője, hát most már gondolom egészen rengeteget más. Rengeteget kérdeztél, és az a kérdés idején, úgy kezdődött, hogy hogyan kezdődött. Ez nagyon érdekes. Hát gondolom. Ez egy másik érdekes történelmi korszak, ez mégpedig az úgynevezett reformkorszak, még egyszerűbb nevén az új gazdasági mechanizmus. Ugye 68, amikor az egész világon tulajdonképpen végig söpört egy ilyen nem forradalom, inkább reform, de hát a Párizs, Amerika, mindenütt. De Magyarországon ugye párhuzamosan, majdnem teljesen párhuzamosan a cseh fejleményekkel, de attól ezek függetlenek egymástól, mindenütt kialakul. Na és akkor hozták létre az első, mármint ebben a rendszerben az első ilyen társadalomkutató. Azért mondom így, mert ebben nagyon jól volt, nagyon jól harmonizált a közvéleménykutatás és a médiakutatás. Úgy hívták tömegkommunikációs kutatóközpont. Jó neve volt. Igen. És ez 68-ban hozták létre, 69-ben kerültem én oda, mint kérdező biztos. Na ez. Tehát akkor volt tulajdonképpen ez a médiaforradalom, nem? Hát akkor kezdődött el a tévé igazán, nem sokkal azelőtt. Hát azért az már 56-ban. Na jó, de hát azért 66-ban volt, mit tudom én, nagyszabású Tázda Fesztivál, szóval akkor voltak már ezek a sok minden volt, meg sok minden volt, dolgok. De nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy beindult egy reformfolyamat, elsősorban gazdasági, ugye ott több mindent lehetett már, de azért ez folytatódott volna egy politikai reformban is, ami belefulladt abba, hogy az oroszok megszállták Csehszlovákiát, és egy ilyen visszacsapás következett be. Mindegy, ez az intézet működött, ez nagyon jó segíteni. Nagyon jó munkahely volt ez az intézet. Itt szóval kérdező biztos. Úgy kezdtem. Egy papírra jött, ment a kérdező biztos, hogy mit csinált egy kérdező biztos? Kérdező biztos, akkor még egy központi kérdezőbiztos gárda volt ebben az intézetben, 20-valahány emberrel, és nem kellett egyik napról a másikra megcsinálni egy kutatást, mint most, vagy pár nap alatt, hanem volt rá azért idő, és akkor kérdőívek készültek, a kérdőívekkel leutaztunk, többnyire, már Budapesten is persze dolgoztunk, de le kellett utazni vidékre általában, bérelt autókkal, hárman mentünk le faluhelyre is, és nagyon jó volt, nagyon szerettem, és akkor közben végeztem én el a pszichológiát ilyen egyéni levelezőn. Lemettetek vidékre, mondjuk hárman, igen, mit kellett csinálni? Nem, akkor mit kellett kérdezni? Mindent lehetett kérdezni, kivéve bizonyos tabukat, amiket nagyon óvatosan tehát, kellett. Tehát, hogy szereted-e Kádár Jánost, azt nyilván... Ez így nem volt. Egyébként, hát most gondolhatjátok, hogy egyáltalán mi értelme lett volna. Szóval nyilvánvalóan 90%-ig mondom. De voltak azért nagyon kényes kérdések is. Emlékszem, az egyik első kutatása, amiben én már így kérdezőként részt vettem, az a Szovjetunióhoz való viszonyt pedzegette, hogy úgy mondjam. Igen. És ez kit érdekel? Már nem úgy értem, hogy igen. Kit érdekelt, hanem ki az, aki... Több szintje volt a kutatásoknak, úgy a bizalmasság vagy a hozzáférhetőség tekintetében volt, amit a sajtó szélesebb köre is megkaptak. Minimális dolog került nyilvánosságra, egyébként pedig állami és pártvezetők, főleg a párt. És ez... Én 20 évet töltöttem ott, elképesztő nekem is így visszagondolni, és ez alatt fantasztikusan érzékelhető volt az a lazulás, az a fokozatos enyhülésnek szokták nevezni, ami ebben is megnyilvánult. Például, aha, hogy mi hozzáférhető. Aztán volt egy kis visszaesés 8, ugye a lengyel válság, ugye? Emlékeztek a lengyel forradalom, Valenza és akkor például megint egy kicsit szükebbre vonták a nyilvánosságot. Amikor látták, hogy lehetséges, akkor gondolom betoltak attól, hogy majd itt is lehetséges lesz. Na, szóval végig kutattunk, és egyre több mindent, és egyre több minden került nyilvánosságra. De hát az igazi fordulat az mondjuk nyilvánvalóan 80
9, amikor már azt is megkérdezték ebben az intézetben, hogy mi lenne, hogyha több párt indulna. Talán már 88-ban is volt ilyen, ebben most nem vagyok biztos, hogy mi lenne, ha indulnának ezek. De ezeket a megbízásokat a pártunk és kormányunkat? Igen, főleg. Mm. Meg a rádió, ez egy érdekes szervezet volt, mert a köztiszteletnek örvendő, bocsánat, közutálatnak örvendő agitproposztály felügyelte. Nagyon érdekes volt, de belül nem volt különösebb politikai nyomás. Tehát például nem forszírozták, hogy a párt építést, ahogy mondták akkor, hogy minél többen belépjenek a munkatársak. Azt már nem? Nem. Ez érdekes volt. Te Istenem, féltél? Te, aki átláttad, hogy azért eléggé belső dolgokkal vagy tisztában, meg akinek ezt... Hát most én szerintem félni sose féltem. Inkább mindig egy kicsit olyan kockáztatós típus voltam. Szóval, na hát most akkor, bocsánat, kicsit a hőskorszakról mesélve csak egy példa, hogy egyszer csak elvállaltam, egy kolléganőm abba hagyta a könyvterjesztést. Nem tudom, mennyire tudjátok ezt, akkor még ez nagyon megvolt, hogy a vállalatoknál is voltak könyvterjesztők. Mindegy. És én hát könyvőrült voltam, és egy kolléganőm csinálta, és aztán azt mondta, hogy most már megunta abba, hogy nem akarom, átvettem. És volt egy folyosón egy szekrény, abba voltak a könyvek, jó, kulcsra zárható, és volt egy külön másik szekrény, abba pedig szamizdatok voltak. Hát ez már a 80-as év. Szerintem mindenki tudta, hogy nálam lehet kapni. Tehát ez nagyon érdekes volt, ez a késői. Szett a kiadványok? Hát a SETA-nak nem volt olyan sok kiadványa. Hát jó, de azért... De a SETA, persze, hát a Solt Otília, hát igen. Persze. A beszélő, a hírmondó, Demszky bejárt hozzám, Demszky néha interjúkat is vállalt. És... Nem volt soha kísértés akármelyik oldalról, akárkinek a gondolata alapján, hogy azt a tudásbázist, azt a címbázis, címlistát, valamit, aminek ti a birtokába kerültetek, valahol felhasználják? Ért vagy ellen? Szerintem nem. Nem. Én nem tudok ilyet. Tehát annyira én nem voltam benne az intézet vezetőségében, ugye mondtam, hogy nem is volt pártépítés, én sem voltam soha, föl nem merült. Szerintem föl se vettek. Szakszervezeti harcos az voltam, de hát most tényleg nem tudom. Az kell is. Az voltam. És aztán az egész, a Medián megalakulásában bizonyos értelemben a TDDS-nek, az első szabad szakszervezetnek volt szerepe, mert én ott elkezdtem az intézetben ilyen szakszervezeti harcokat. Úgyhogy aztán ebből nőtt ki az, hogy ott ilyen patthelyzet alakult ki a vezetőséggel, és azt mondtuk páran, néhány kutató, hogy abba, hogy kiszállunk ebből, és mivel már látható volt, hogy itt lesz nem csak, hogy politikai pluralizmus lesz, hanem piacgazdaság is lesz, tehát lehet piacot kutatni, lehet politikát kutatni, és így alakítottuk a Mediánt, alapítottuk. Például, hogy csak egy ilyen közismert nevet mondjak, aki ebben a stúdióban is szokott szerepelni, a Vásárhelyi Marcsi, az kedves kolléganőm volt abban az intézetben, és együtt alapítottuk többek között vele. És te a politikán kívül mit kutattok még? Vagy... Hát nagy általános szóval a piacot, piackutatásokat vállalunk mindenféle nagyvállalatoknak. Ja, ezek megbízásra vannak, igen. Nem saját hasonlókra ütök. És... Nem, az nem jellemző. Hát a politikát is, abban nagyon sokszor teszünk föl olyan kérdéseket, vagy indítunk olyan kutatásokat, amire nincs konkrét megrendelé, de hát ez olyan... hogy úgy mondjam, keresztfinanszírozással is megoldható. Mert azért a politika egyrészt érdekel minket, másrészt avval lehet a nyilvánosságban azért bizonyos hírnevet szerezni. A piackutatás általában az bizalmas, hát egy multinacionális cég
kíváncsi arra, hogy a termékeit hogy lehet fejleszteni, hogy milyen hirdetésekkel lehet hatékonyan fellépni, tehát ilyen reklámteszteléseket is csinálunk. És nem milyen csak... formái vannak ennek? Igen, mert van barátunk, aki például szokott járni ilyen reklámtesztelésre, hogy telepakolják ilyen bigyóval, meg nézik a szemét. Ó, az, nagyon, az már nagyon fejlett technika. A klasszikus technika mondjuk az egyszerű fókuszcsoport, ahol beül 8-10 ember. A fókuszcsoportot hogy választjátok ki? Tehát lehetnék én is például egy ilyen fókuszcsoportban benne? Ó, hát legnagyobb örömmel persze. De oda jelentkeznek emberek, hogy hogy? Ne, az lehetőleg ne, inkább az a probléma, hogy lehetőleg olyanokat találjunk, akik nem valamiféle... Elkötelezettek. Hát egyrészt elkötelezettek, másrészt vannak ilyen megélhetési csoportozók. Mindenütt a világon. Olvastam erről regényen, és Dél-Amerikában például olyan is van, hogy valaki ilyen szendvicsemberként egy táblával jár, hogy fókuszcsoportban részt vennék. Tényleg vannak megélhetésiek, de igyekszünk kiszűrni, hogy tényleg olyanok legyenek, akik, hogy úgy mondjam, intaktak, tehát ártatak, nem valamiféle hátsó gondolat. És hát a célcsoport, hogyha mondjuk, hát mit szoktak mindig idézni, mint piackutatás, hogy a mosópor. Hát a mosóporról van szó, annak esetleg egy új csomagolásáról, a háziasszonyok, hát akkor olyanok, akik a családban a mosásért felelősek. De olyan is van, amikor például tesztelésre kiadunk valami új terméket, és akkor előtte interjú, közbe interjú, hogy használta. Olyan is van, amit úgy neveznek, hogy persze teljesen ez is egy annyira elangolosodott nyelvezet, ugye mindent angolul mondunk, hogy pantry check, tehát az éléskamrának a megvizsgálása, vagy ellenőr, hogy miket vásárolt, és akkor naplót vezet, és akkor megnézzük. Szóval ez nagyon sokféle, szerteágazó, és amire utaltál, hogy a szemmozgást is figyelik, itt már tényleg annyira az új technikák eluralják a szakmát, tehát... Hogy mindjárt beszélünk arról is, csak elmondjuk előbb a híreket, hogy mennyit változott ez, mennyit fejlődött, és hogy mik azok, amik tényleg ilyen top megoldások. Viszont közben még csak annyit szeretnék mondani, hogy a telefonomra le lehet már tölteni például ilyen különféle alkalmazásokat, amiből a csoda tudja, de hát nyilván ilyen tesztelések alapján hozták létre magát az alkalmazást, mint elképzelés. Hogy egy csomó mindent kitalál helyettem, hogy merre kell menni az üzletben, mit kell csinálni, mi az, amire rá kell fokuszálni, stb. Sőt, most a legújabb egy olyat töltöttem le, amivel a havi költés, tehát hogy az ember mennyi minden vicik vacakra elkölt, 300 forintot, 500-at, 800-at, 1200-at, és hogy ebből micsoda pénzek jönnek. Mindig beírogatod? Most töltöttem le az alkalmazást. Igen. Van nekem egy olyan is, aki a vízivásra figyelmeztetett, csomó ilyen alkalmazás párhuzamosan fut. Olyan nekem is valami van. Olyan nekem is van. Meg hogy álljak föl, nekem olyan fitness karkötőm van, amiben egyik legjobb funkciója az, hogy óránként menjek 250 lépést. Most ezt én is letöltöttem, és nem tudom. Na, ne szórakozzál, édesem! Na már! Meg az alkalmazás. Szól nekem a telefon, Györgyikém, álljál már föl, és menj a sarokig. Hát, most mit csinálj? Akkor a diétás alkalmazás. Egyszer csak fölfogsz. Egyszer, vagy egyszer csak. Na, igen. Csak konferált föl a csodálatos Kárpát itt. Na. Jaj, de jól nézel ki ma, csodálatos Kárpát Iván. Ha jobban kinézel, akkor híreket is. Szóval híre. De várj egy kicsit hosszabb a konferát, mert még van 20 másodperc. Nem baj, az alatt valami trüty-trütyöt bead a Peti. Csodálatos a Kárpát Iván. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak Lang Györgyi és Falusi Marian. Figyeltek, Han Endre. Köszönöm. Jaj, de szép volt. Fél óra alatt az is sokat tanul. Valamit én is kérdeznék most, hogy most elrújtott eszembe, hogy a csodálatos Kárpát Iván, mint egy ilyen fix pontja a műsornak,
hogy most a Mosonyi Aliszt valamilyen nép édes vagy, elsöpött a népharag. Nép és tulajakarat. Nem szerették. Nem egy van, aki szerette. Van, aki szerette. Én például, bocsánat, én szerettem. És elképesztően szép. És nagyon jó volt az a sokféle, szerintem, a színészi megoldásoknak az a sokfélesége, én azt nagyon élvezem. Gyakorlatilag egyformát nem találsz közted, de... És az is be van tiltva, hogy kinek küldöd a puszikat. Az is. Tényleg? Na. Nem küldesz a puszit? Legalább egy-egy Györgyi kérlek. Például Istvánnak, aki írt nekünk SMS-t, Endrével a Toldi Gimiben voltunk osztálytársak, aztán 71-ben én is elvégeztem a tömegkommunikációs kutatóközpont tanfolyamát. Fel is vettek volna, de végül nem lettünk kollégák, mert 1700 forint fizut kínáltak, és én 2200 forintos számítógépes programozói állást fogadtam el a Kögávban. István. Jó, hát... nevet nem írtam? Majd kinyomozom. Vezeték nevét, István, küldd el a vezetéknevedet. Mert... Nem olvassuk be, Isten bizony. Nem ugrik be, de ez az én memóriámra jellemző szó. Ó, és utána pedig egy olyan üzenet, most kapcsoltam ki Györgyi miatt. Hát Györgyikém, hát így. De ő ezt nem hallja a rádiót. Hát, ez vagy vicc, vagy... De nem is igaz egyébként. Azt mondják, hogy sose hallgatom, és közben így tapad rá. Mennyire vagy hírfüggő, és mennyire érdekel így a napi pillanatnyilag megjelenhető dolog? Mert mondtad, hogy te már láttad ezt a képet, ami Krétában. Nagyon hírfüggő vagyok. Kíváncsi vagy? Ez is visszamegy, komolyan mondom, amit már mondtam a gyerekkoromra. És aztán 56, és utána a Szabad Európa. És az egyik legszebb szakmai emlékem, mondhatnám sikerem, hogy azokban az előbb már említett lazulós Kádár években, a 80-as években elvégezhettem egy nagyon érdekes kutatást ott a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban, ami később közvéleménykutató intézet lett, egy olyat, hogy hányan hallgatják a Szabad Európát. Hányan? Hogy, és akkor kitaláltam mindenféle rafinált, átvezető kérdéseket, hogy bemelegítsem, hogy ne ijedjen meg, hogy... És akkor végül is ide... Igen, mert azért gondolom, féltek az emberek. Nézd azt, hogy hányan, azt nem merném most se komolyan venni, de azt, hogy pontosan kik, milyen motivációval, nagyon érdekes kutatás volt, és ugye az intézetben nagyon szépen elismerték. Plusz anyukám, mert az borzasztó minőségben állandóan azt szóltok. Na most én annyit elértem a szüleimnél 60-as évek elején, hogy vettek egy ilyen nem hívják, kávájú, ilyen szép hajlított kávájú pacsirta rádiót, emlékeztem. Nekem van olyan. 12 nyomógombja volt, olyan szét... Ja, és akkor fixálni lehet-e. Azért, hogy széthúzza a rövid hullámot, amin a Szabad Európa is, meg a BBC, azt is sokat hallgattam, ad. És akkor változott napközben, hogy melyik hullámhosszon jön jól, és akkor nyomkodtam a gombokat, és próbáltam optimalizálni. Anyám állandóan ide... Mit nyomkodod állandóan azokat a gombokat? Tönkre fognak menni. De ezt én kiharcoltam, és mindig hallgattam egyrészt a zenei műsorokat is. Ugye, hát igen, szegény nemrég halt meg. Igen. Elég szép kort megért. Na hát szóval ezek mentek, de én közben a híreket teljes erővel, teljes érdeklődéssel. És aztán ez végigkísért. És máig megvan, csak most már tényleg, ahogy te is mutattad, Marian, hogy a telefonom, ugye hát folyamatosan jönnek az információk. És egy ilyen választási időszak, tényleg néha úgy érzem, hogy becsavarodok. Mert azért ez nem tesz jót a szemnek, meg az agynak egyfolytában ezt bámulni. Meg az emberi kapcsolatoknak sem. Annak jót tesz. Ne viccelj már. A Facebook egy csomó olyan barátom lett, akivel, mit tudom én, köszönő viszonyban voltam, és a Facebookon derült ki, hogy milyen sok mindenben egy huron pendül. Nem, én arra gondoltam, hogy van egy baráti társaság, együtt ülünk. Igen. Kockó mindenki. Néha én is ciki vagyok, de leszoktuk tenni, az az igazi. Jó, de egyébként néha nagyon jó, mert hogyha a társaság éppen nem tud miről beszélni, akkor egy hír az tovább lendíti azt az egész. Ez is igaz. Te nagyon érzékeny vagy a szociális kommunikáció. Igen, persze, azért nem mindegy, hogy. De most is kíváncsi vagy? Tehát nem veszítetted el a kíváncsiságodat?
Már, hogy így megvénültem, és nem, ennek nem, ellenére... nem, hanem, hogy annyi minden, a sok tudás, és ugye csomó minden történt, és akkor az anyukám például azt mondta, hogy ő nem kíváncsi most már egy csomó dologra, tehát ő régen nagyon, sajnos. Meg állandóan számítógépezik, most is 80 éves kora ellenére, de most már inkább ilyen természeti dolgokat sajnos néz. Sajnos engem beszippant, és érdek, nyilván nem ugyanúgy, mint anyu. Tavasszal születtél? Nem. Nem? Beláruhatom, szilveszterkor születtem a baknakat. Na hát ezt tudom, hogy ti ezt nagyon komolyan veszitek. Nem, de azért tudom, hogy fontos. Jegy, úgyhogy az igen? Nagyon, nekem én, nagyon. Én elégedett vagyok a jegyemmel. A bak nagyon jóban vannak. Azért, mert mi igen? Mikor vagyunk, igen, azért mondja ezt mindig. De jó, hogy itt lehetek. Ugye? Gyere már is. Szóval... Mali, ford is már. Hol is kanyarod? El, hogy a kíváncsiságát az ember mitől nem veszíti. Ja, igen, azért bevallom, egy kicsit unom, tehát nem olyan ez, mint mondjuk volt a 80-as évek vége, amikor, ahogy mondtam, én belevetettem magam, de ma is ér. Most például őszintén szólva baromira érdekel, hogy mi lesz a magyar nemzettel, hogy tényleg, hogy sikerül-e megmenteni, mert ez egy akkora disznóság, akkora csapás, nem akarom azt mondani disznóság, mert én nem felelőst keresek, de nem lenne jó ezt a lapot elveszteni. Akármilyen szörnyű, a történetében voltak azért olyan időszakok, amikor nem lehetett olyan nagyon rajongani érte, de hát nálunk is az járt otthon aztán, mikor ugye már nem a szabad nép, hanem a magyar nemzet, és az ne felejtsétek el, hogy az mit jelentett a 80-as évek második felében. Most például lehet, hogy kutattok majd erre, hogy az emberek mit szólnak arra, hogy elvész-e a magyar nemzet? Lehet. Ez mondjuk olyan, hogy ezt nem, mondtam ezt a keresztfinanszírozás dolgot, de olyan, hogy vannak ezek az omnibusznak nevezett kérdőívek, amikor amikor egy menetben, egy kérdőivel, egy interjúval sokféle témát megkérdezünk, és ebben szoktak lenni ezek a politikai kérdések is, de hogyha van egy jó piackutatási megrendelés, ami országos érdekű, tehát a lakosság egészére vonatkozik, azt betesszük. És ilyenekbe be tudunk tenni olyat is, amire nincs megrendelés, de mondjuk engem vagy a téged, kollégáimat érdekel. Akarsz, tudjátok tenni? Elő. Hát, hogyha éppen időben úgy jön, hát ez belefér adott esetben. De meg hát azért az nem pótolja azt, hogy megrendelésekből élünk. Hát fontos, hogy legyenek. De például, amit elkezdtél mondani, hogy a politikai pártok, hát szóval az kevésbé. Szóval az jó lenne, ha a sajtó, ami nagyon megváltozott, ha már a magyar nemzet szomorú sorsát említettem, a sajtónak a fizetőképes kereslete. Ez a 80-as években még rendeltek tőlünk érdekes, izgalmas, aktuális politikai közvéleménykutatásokat, ma már alig van erre. Tehát maga az egész sajtó megváltozott. Hát azért, ami megváltozott, az anyagi erőforrása is. Hát ezt gondolom az internet miatt is, hogy megjelennek az online változatok már a sajtótermékekből. Na hát ez világméretű hatalmas probléma minden tekintetben, például a reklámpiac is, igen. Ugye, hogy mennyire uralják a nagy nemzetközi cégek, mint például a Google, tehát ezek elszippantanak hirdetési bevételeket a magyar. Mi az, ami személyesen igen, téged például, nagyon érdekel? Hirdetésére reagálom. Megy egy hír, most tök mindegy, hogy milyen hír, és közben megjelenik egy körömgomba reklám. Az borzasztó. Az olyan... Ne kell szokni, szelektív figyelem. Hogy azt valahogy kiszűr. Igen, nem izgat. De néha tényleg furcsák. Meg ilyen kövér voltam, és ilyen sovány lettem. Ugye? Igen, miért? Mert ettem egy port. Hát rám nem hatott az mindig. Igen. De ezt tényleg tudomásul kell venni. Szóval, ha ingyen akarsz olvasni izgalmas, érdekes, szép, fontos dolgokat, mert nem csak politikát, ott milyen remek irodalmi, művészeti, és ott vannak az remek, hát ha már ajánlom is, mondjuk a Revizort, én nagyon sűrűn használom, és... De ott is jönnek a szűrés nélküli reklámok. Én már el is felejtem, mire
Most itt nem emlékszem. Biztos itt, hogy mondjam, tudat alatt hatott rám. Valószínűleg. És rohantál a patikába, és vették rémet. Vagy por, hogy a pocakod levenjen. Ami személyesen téged érdekel. Nagyon sok minden érdekel, de ha már beszéltünk, színház például nagyon érdekel. Bár többet tudnék járni, de ez mondjuk nagyon kitölti az érdeklődésemet. Olvasás is nagyon, tehát szép irodalom. Sajnos kevesebb időm van rá, vagy kevesebb időt szánok rá, mert azért ez mindig vagy döntés. Vagy fáradt vagy, mikor hazamész, és akkor... Hát régen éjszakában nyúlom, ma elalszom. Persze. De nagyon sok mindent olvasok e-bookként, tehát Kindlin, és az fantasztikus jó, mert például az ágyban is remekül lehet. Igen. És hát mondjuk ilyen hatalmas vastag könyveket, mint a... A Radnótinének a két kötetes, betűkkel írt. De Nádas Pétert például a Kindlin olvastam végig, a világló részleteket, és azzal felszállok a buszra, ott is kényelmesen olvasom. Nem akarok kitérni a válasz alól, de ma már leginkább ilyen kultúrafogyasztás az, ami úgy fenntartja jó kedvemet. Igen. Hát és ezekben a vérzivatalos időkben ugye azért a színházak eléggé javulnak. Igen, igen. Mert ez nagyon jót tesz az ellenzéki színházra. Mindig ezt mondtam, köszönöm. Köszönöm. Igen, de azért... Rejtetés, az... nem annyira rejtett üzenetek. Hát és témát, folyamatos témát ad. Így van. Igen. Na, jöttek SMS-ek. Sziasztok, nagyon örülök Hann Endrének. Azt imádom a legjobban. Van sötétség. Na, mit imád? Amikor nem bírja tovább, és magától betelefonál a Bolgár Gyűrűhöz, úgy, mint a Galkó Balázs, a Lukács Andor, a Locz Károly, vagy éppen a Horváth Zoli. Nagyon sokat tanulok tőlük. Tartsák meg ezt a jó szokásukat. Köszönöm. Üdv P. Viktor. Egyébként ez így van, mert a múltkor egy kicsit nyomta az agyamat egy... Nem, az egész hangulata annak a délutánnak, amikor arról beszéltek, hogy mennyire nem válaszolnak őszintén, én sem mondanám meg, és baromi ideges lettem, legalább ne reklamozzák ezt a hülyeséget, hogy nekünk közvéleménykutatóknak nem szabad megmondani az igazat, és akkor kértem a Gyurit, hogy hadd szóljak én is az én kis népemhez. Szóltam. A másik betelefonál a Györgyő is, annyira fel tudja idegesíteni magát, hogy az kész. Nem, én nem jellemző, hogy én betelefonáljak, de ez komolyan olyan fontos volt a kampányban, hogy nekünk ez létkérdés, hogy az emberek őszintén válaszoljanak, és bízom abba, hiszek abba, mondhatnám, hogy azért a Medián neve elég jól cseng, és viszonylag kevés sarat dobáltak rá az elmúlt 21 néhány évben, majdnem 30, úristen. Jó dolog, ha az embernek igaza van, mindig. Ugyan, Ez egy nagyon érdekes érzés volt ez a vasárnap este, hogy ennyire bejött, és azért nehogy azt higgyétek, hogy én most ilyen halál magabiztos, nem a triumfálásban, nem menjünk bele, de hogy én olyan nagyon magabiztos vagyok, hogy ez a prognózis, akkor ez tutira bejön, és én nem is oda se nem igaz, rettentően izgulok, mert azért ez mindig, ennek nagy tétje van. És de most ennek az volt a tétje, hogy most miért izgulj? Hogy bejöjjön, vagy hogy bejöjjön? Nem. Egy közvéleménykutatónak nem nagyon van magánvéleménye. Tényleg, hogy mi most egy ilyen masze közvéleménykutató. Igen. Megjött a megfejtés, Balambér István vagyok, és hozzáteszem, osztálytársunk volt Nádasdy Ádám. Ez így. Már tudja, a felismerés a szemében. Persze, köszönöm. Csodálatos neved van Balambér. Nem emlékeztem, hogy ez az István is jelentkezett oda, ahova én 69-ben. Na, hát szóval örülök, hogy ilyen kedves régi ismerősök. És ő nem kapcsolta ki erre. Ilyen kellemes, szép témákban is folytattok közvéleménykutatást? Ilyen pozitív... Hát volt nekünk nagy szexkutatásunk is például, hogyha nem tudom, ez ide vágni. Hát hova máshova? Jó is, hogy mondod, mert most már annak is jó sok éve lehet, hogy jó lenne megismételni. Ott például, csak kérdezgetitek, hogy milyen módszer. Az például olyan módszerrel volt,
hogy beszélgettünk, tehát volt egy kérdőíves interjú egészségügyi témákról. Milyen az egészségi állapota, dohányzik-e? Nagyon sok minden, nagyon sok minden volt benne. És a vége felé volt egy olyan pillanat, amikor azt mondtuk, hogy most néhány ennél is intimebb kérdést szeretnék föltenni, de nem én, hanem legyen szíves, és átadtunk neki egy kérdőívet, hogy töltse ki, és oda se nézek, és csak hogyha valami problémája van, akkor... És abban tényleg a lehető legegyenesebben föltettünk a szexuális magatartásra, és mi jött ki? Hát most ezt nem tudom. Mindenki potens, és mindenki hafa. És szemtől szemben dolgoznak a kérdező biztosok mindig? Általában? Igen. Általában a mediánnál ezek a kényes politikai kutatások, például a választás, az igen. Ha lehet, akkor kerüljük ezekben a témákban a telefonos, mert ott sokkal kisebb a válaszolási, egyáltalán a válaszolási hajlandóság, és az igazmondás is valószínűleg. A válaszolási kedv, engem a reggel felhívott az Erste Bank, ő nem közvéleményt kutatott, csak valamit közölt, de azt hittem, hogy lecsapom a kagylót. De mi rá akart venni valami? Rá akartak venni valami, igen, mindig valami szolgáltatása. Igen, ez nekünk egy kicsit hátrányos, például ezért sem nagyon jó telefonon kutatni, mert nagyon sok a nem kutatás, néha kutatásnak álcázott ügynöki tevékenység. Tudjátok, ilyen persze. Üdülések. Igen. Te is látok, hány kérdező biztos van például most? Nálunk olyan ma már nincs, amit én meséltem a 60-as, 70-es évekből, amikor ja, gondolom, főállású. Van. Ezek a munkatársak, és általában nem is kizárólagosak, tehát mondjuk minden két megyénként van nekünk egy úgynevezett, úgy mondjuk kicsit idegen szóval instruktor, tehát ezek szervezik. Mm-hmm. Nekik van egy ilyen hálózatuk, de általában nagyon kevés, aki csak egy cégnek dolgozik. Ja, értem. Tehát ez ma már egy bevált, hogy úgy mondjam, nincs szakmásítva, ami persze jó lenne, de nem olyan egyszerű dolog, és ahhoz nagyon komoly. Kérdező biztos szervezőipari szakember. Igen, de tehát magyarán mi egy-egy ilyen kutatásnál, mondjuk, amikor 1200 embert kérdezünk meg, de most a választás előtti két napban 3000-et, az nagyon nagy szám, ez olyan 100 és 200 közötti ember. Van, aki többet bír elvállalni, mert tényleg talpal, az se túl jó persze. Szóval... És amikor megjön egy ilyen eredmény, egy ilyen eléggé szélsőséges eredmény, akkor van kétséged, vagy szoktad azt mondani, hogy... A választás előtt ott ez nagyon, nagyon éles, ez nagyon, nagyon jó érzékeny kérdés a részedről, mert tényleg úgy van, hogy volt már olyan, és ez például nem ez, hanem ami a HVG-ben múlt héten megjelent, az tulajdonképpen egy nagyon vállalható szöveg volt, de mire azt megszültük, az egy kétségekkel is teli dolog, mert abban volt ugye először leírva nyilvánosan, hogy akár a kérdőjele volt, hogy kétharmad, igen, de ezt sugallták az adatok. És ilyenkor, hát igen, volt bennem bizonyos nyugtalanság, hogy esetleg tényleg 4 évenként előjön ez, hogy vannak a rejtőzködő szavazók, és ezért mérjünk ilyen magas kormánypárti arányokat, mert hogy nem mondják meg, és tényleg, persze erre is kitalálunk mindenféle kontrollokat. Na hát szóval... De csak azért, mert a személyes kontroll, vagyis a személyes kétség, az mindenféleképpen egyszer csak felbukkan, mert ugye az ember igen. A saját kapcsolatrendszerét tekintve, hát igen, na jó, de hát biztos látátok, kaptam is eleget, én is, meg a Medián is, a Facebookon, meg egyéb felületeken, hogy micsoda izé, hogy ez, hogy merészelnek ilyen hülyeséget megírni. Hát igen, mert az ember azt hinné, hogy a rejtőzködő az a saját ízlésének megfelelő rejtőzködő. Igen. Mert az rejtőzködik, aki az előző érában félt, és akkor hát, ha igen, most... Hát ez most már kicsit közhely is, hogy amit úgy neveznek, hogy buborék, hogy egy buborékban élünk, és ezt a Facebook is nagyon erősíti, mert az ottani ismerőseink
lehet, hogy valakinek van kicsit szélesebb, akár politikai értelemben is, de mégis főleg azt látom, amivel én egyetértek. És ez egy nagyon veszélyes és kártékony dolog, és el se tudjuk képzelni, hát amit ugye pont ebben a múlt heti elemzésben kimutattunk, hogy faluhelyen hát egészen más világ. És ott hogy effektíve hogy kutattok? Ugyanúgy, csak egy kicsit mondjuk talán nagyobb feltűnést kelt, hogyha beállít valaki és becsönget, hát nem is csönget, zörög, kiabál, a kerítés sem túl vad kutyaugatás. Nem félek az emberek olyankor? Már nincs áram, azért kell zörögni. Nagyon negatív, tetszik lenni. Na nem, szóval sok helyre eljutunk. Nem azt mondom, hogy a elhagyatottabb tanyára, de igyekszünk. Ez reprezentatív minta, ebben a kis településeknek is ugyanolyan arányba benne kell lenni. És nem mondom, hogy mindenki szívesen válaszol, van, akit nagyon nehéz erre rávenni, de 90%-ban személyesen telefonos kutatásokat is végzünk, ami olyan, tehát például nagyon jellemzően valamilyen vállalati kutatás, úgy mondják business to business, tehát amikor nem a úgynevezett lakossági átlagemberek, hanem egy vállalati döntéshozót kell megkérdezni. Azt a telefonon is lehet. Telefonon is azért. Számítógépen sosem kutattam? De most már egyre inkább. Tehát most már ez megadom az e-mail címemet, mert én még soha az életemben nem találkoztam kutatók. Édesem, hát e-mailen, online is kutatunk, de az mondjuk célcsoport, megint. Volt egy nagy kutatásunk, most tudjátok, van ez, hogy Y-generáció, meg Z-generáció, tehát egymás után jönnek a fiatal évjáratok, és egy ilyen fiatal évjáratot kutattunk, amelyiket tényleg könnyű elérni. Igen, online, ott nincs mese. Mert folyamatosan. De mondjuk egy országos reprezentatív kutatást online nem olyan könnyű. De amit számítógépen, azt én úgy értettem, ez most már nem is annyira klasszikus számítógép, hanem tablet, vagyis hát ilyen táblagép. Azon van a kérdőív, könnyű vinni, könnyű arról kérdezni, értem. Ahogy régen egy kérdőívet lapozgattam, most a táblagépen ott van, de ebben több előny van, ha már itt technikákról beszélünk, ugyanis azért valljuk be, hogy némely kérdező biztosok, főleg akik ezt nem régen csinálják, megpróbálkoznak, van egy kis szerencsévadász szaga a dolognak, azt gondolják, hogy lehet csalni, hogy lehet nem oda menni, lehet otthon kitölteni. Ezek azért általában lebuknak. Na már most, hogyha tablettel csinálod, akkor nem csak hogy rögzíti, hogy mit kérdeztél és mit válaszoltak, hanem a GPS segítségével azt is tudjuk, hogy ott van. Hogy tényleg ott van, hogy roppant tényleg ott volt. Hát roppant kellemetlen, hogyha beül az autójába, és ott akar kitölteni mondjuk 10 kérdőívet. Szóval ez például a technikai fejlődésnek az egyik. Meg a feldolgozás is egyszerűbben, csak azt erről, kell húzni. Erről van szó. Jöttek SMS-ek, van egy viccelődős módon apostrofált ember, aki azt írta, hogy minek kutatgatni, ha elcsalnak mindent, aztán azt is kérdezte, hogy van-e hozzátok felvétel, és azt is írta, hogy én évekig azt hittem, hogy az esti adás az élő, tartoztok 1283 forint SMS árával. Na hát jó. Ez tényleg nagyon... Magánjellegű közben. Felvétel. És azt írja a Lala, hogy ezt szeretem a legjobban, ettől szellemi műhely az, ami szeretett klubrádiónk. Mármint a betelefonás, hogy betelefonálsz néha, vagy amikor úgy adódott, akkor betelefonáltál a Gyurina. Yes. Ezek az SMS-ek jöttek. A te családod hogy bír téged elviselni? Szerintem ez... Vagy te egy ilyen jól működő ember vagy. Ja, és, na hát azért a műsor végén ilyen kérdéseket föltenni. Én azt hiszem, hogy jól működő ember vagyok, és van nekem nagy családom, van egy nagy lányom, egy abszolút felnőtt lányom, akinek három gyereke, tehát három unokám is van, abból egy ikerpár. És van két
két lány, úgy szoktam mondani, két neveletlen lányom, azért ezek is már anyányiak, ahogy mondani szokták. De együtt élünk, még iskolások, vagy egyik egyetemista, másik középiskolás, és hát néha van ordibálás, most mit mondjak? Jó, hát az kell. Viszont szerintem a családnak hasznos tagja vagyok. Főzök is, kutyát sétáltatok, vásárolok, ezek mind beleférnek. Éppen érdekes volt az elején, amikor mondtad, hogy a háziasszonyokat kérdezik meg a bevásárlásra, meg a mosószerről, meg a mindenről. Ez már egy szexista megjegyzés volt. Igen, tehát nyugodtan. Hát azért a mosásban például én nem, vasalásban egyáltalán nem jeleskedem, az nem vállalom. Hát van, amit nem, munkamegosztás. Nem is kell vasalni, az már menjen ki a divatból. Igen? Szerintem igen. Is elég föllógatni. És ugye, szépen igen, viszont amióta szállítógép meg összegyűr mindent. Jó, de az vidéken szállítógép van, nálunk Budapesten. Én, mint piackutató egyébként, ha valamiről tudnék sokat dumálni veletek, de most már mindjárt el kell menni a szem, kizavartok. Szóval a vásárlás, mert az, én nagyon figyelem például az árakat, nagyon árérzékeny vagyok, nagyon. Azt hallottam pletykában, hogy ezek a mostani divatos át, a Lidli meg az Aldi, azért rendezik át időnként a termékelhelyezést, hogyha megszokom, hogy mindig tejet veszek, legközelebb odaadják a tejhez, és egyáltalán nem az lesz szó. És majd megveszed, ami ott van. Igazad, ez tényleg? Biztosan így van. És ez nyilván valamilyen kutatásnak tudatosan átrendezik, igen. Igen. Egyébként nagyon, hát nem helyes, ugye. Igen, nem mond ki a céget. Bizonyos konkrét áruház láncban. Én nagyon szeretek vásárolni például azért is, mert rendkívül az állandóság, és ugyanolyan üzletbe bemegyek az ország másik pontján, pontosan ugyanott lesz a tej, meg a felvágott, meg a... Na jó, de hát ezek a franchise-os nagy mindenfélék erre lettek kitalálva a világban, hogy, de nem hogy végül is az egy megbízható dolog, hogy igen, bemész, mit tudom én, Bangkokban, ja, abban. Ja, ezt a McDonald's-ra szokták pontosan, mondani. És hogy pedig minden, nem igaz, a McDonald's sem pontosan ugyanolyan. Meg a nagyüdítők sem ugyanolyanok, mert minden a más a víz, meg más a cucc. Állítom. Állítólag. Én vagyok, aki állítom. Úgyhogy állítólag. Nem, ugyatok, de a befejezésről. Jó van, na. Igen. Van Andrével, azt kell megbeszélnünk, hogy mit jelent a választás. 4 évente? Mit jelent? Igen. 4 évente valakik veszítenek, de a medián győz. Ja, ja nem, jó. Valaki ezt írta, tényleg, ez nagyon kedves volt, hogy a választás egy olyan játék, amit 4 évente játszanak, és mindig a medián. Szégyellősen, büszke vagyok, igen, büszke vagyok. Büszke. Nem akarom én, mert a versenytársak között is azért itten kis különbségeket. De most te vagy itt, igen. Jó, szóval szerintem, mondjuk ki, azért ez is fontos nekem, hogy a szakma nem éget le, úgy, mint mondjuk a Angliában, Nagy-Britániában a Brexit-tel, ottan leégtek. Az egy katasztrófája volt a közvéleménykutatásnak. A magyar szakma jól szerepelt, hát most ezen belül a medián. Köszönöm szépen. Aztán ennek örülünk, vagy nem örülünk, az már megint egy másik kérdés. Nem a mediánnak, hanem tartsa meg magának, drágám, a véleményét. Köszönjük szépen Hon Andrének, aki nem művészettörténész. De kár! Puszi!